Itt egy kompakt kis prezentációt arról, hogy szerintem jelenleg hol helyezkedhetünk el. Pár hasonlóságot szerettem volna kiemelni, illetve azt, hogy mit várok most ettől a bitcoin kitöréstől, amit ebből a price range ből ebből az ár csatornában láthatok innen a 33.000-37.000 dolláros ár szintek közül. nem, nem rövzelek egy a de Decentralized mai videójában. mai videóban nem lesz másra szó, mint a Bitcoinról, további várható mozgásokról, mire számíthatunk az ő esetében, mielőtt belognánk a videóban. Mindenképpen meg szeretném tőled köszönni azt, hogy ha még nem vagy feliratkozva, akkor kimennél a földőszobába, mélyen szövetben és elnézést kérnél magattól, illetve visszajönnél a komputerhez, és nyomnál egy feliratkozás gombot illetve, hogyha tetszik a videó, és szeretnél azt, hogy minél több ember ez eljusson, ez a nagyon fontos, humortalan, szarkazmusmentes és száraz videó, akkor mindenképpen önnek a nyomlál egy lájkot a videóra, és akkor ugráljunk is bele. Elmúlt időszakban, ugye, miket hallottunk, miket, mi vet minket körbe, ugye, annak ellenére, hogy kettő nagyon pozitív hangnemű videót is föltöltöttem, amiben ugye elemeztem a bitcoint, illetve uh, Megjósoltam azt, hogy nem sokára ki fogunk törni. Nagyon sok uh, szkeptikus embernek a véleményével találkoztam, viszont nagyon sok pozitív véleményen is találkoztam, és nagyon sokan mondták azt, hogy ez a videó, amit ide belinkerek neked föl ebbe a borékba, illetve a videó alatt is megtalálod linket. Ugye a legfontosabb bitcoin videóban kitértem arra, hogy mi várható szerintem most a bitcointól, melyik az a modell, ami szerintem a legjobban meg tudja jósolni azt, hogy milyen mozgásokat fogunk látni tőle. És hát ugye nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett erre, amit most ebben a videóban is meg szeretnétek köszönni. Tehát köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik kommentelték, és illetve lájkolták like azt a videót. És akkor elsősorban nézzünk is rá itt a, a, a chartra, amit a Bitcoin most csinál, ugye itt láthatjuk, hogy a bitcoin újra áttört a 43 ezer dolláros szintet, tehát ennek nagyon örülünk. Ugye itt az elmúlt időszakban mondtam, hogy szerintem ebben a háromszögben elhelyezkedő árfolyam nem sokára ki fog törni, és ugye itt láthatok azt, hogy a bitcoin erre lefelé irányba tört le ebből a háromszögből, és utána egy nagyon érdekes, gyors, 180 fokos fordulatot vett, és végül is pozitív irányba felfelé tört ki, ahol most a 43.500 dolláros szintet súrolja. Mi a véleményem erről? Hogy látom továbbiakban a bitcoinnak a mozgását? Szerintem ez egy csapdá vagy sem. Beszéljünk akkor erről egy kicsit. A videó további részében ki fogok térni majd a végén arra is, hogy milyen DeFi lehetőségben vagyok benne, illetve egyébként ezt kiszeretném emelni, hogy szeretnél több tartalmat tőlem látni, kevesed ezeket a tartalmakat, szeretnéd többet tanulni decentralizált pénzügyi szektorról, akkor mindenképpen válasz szeretett a téged itt a Decentralized Finance Hungary YouTube tagsági oldalon, illetve a Patreon oldalon. Ez úgy tud csatlakozni, hogyha itt a YouTube oldalra felmész a csatlakozás gombot, megnyomod, és megnézed azt a videót, amiben elmondom azt, hogy milyen jutalmak van, illetve pozitív, vagy milyen extra tartalmakban részesülsz. Itt minden kedden tartok egy live-ot, 7 órakor, este 7 órakor, illetve mindig, hogyha látok egy jó lehetőséget, vagy nagyon fontos és gyors információt kell közölnöm veletek, akkor postai videó formájában ezeket mindig megszoktam tenni. Ezen felül oktató jellegű videókat is felszoktam tölteni, ahol elsősorban biztonságról van szó. Másik nagyon fontos oktató oktatóanyag, hiszen az e a legjobb befektetés az, hogyha ma maga befektetsz be, a tudásodba fektetsz be, és itt készítettem ezért egy nagyon összetett, ö kompakt anyagot, ami nem messze más, mint a 0-ra 100 kriptóban. Tehát itt minden olyan Tudást el tud sejtetni, mert azt gondolom, hogy fontos ahhoz, hogy megértsd a soumán a, a a rendszerét. Tehát itt ugye a Web 1, Web 2, Web 3, Web 4-ig felépítem neked a, 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 az evolúciót az internetnek, illetve ki fog térni azokra a fontos technikai beállításokra, amik szükséges ahhoz, hogy biztosan tudj mozogni a, a decentralizált hálózaton, illetve gyakorlati példákkal mutatom azt, hogy én hogyan szoktam navigálni a kriptovaluták világában, illetve ki fog térni egy csomó érdekes web 4 érintő fogalmakra is, mint például az nft vagy a Metaverzum. Ez egy nagyon jó kiegészítő, egyébként a Decentralized Finance e-book, amit szintén a videó alatt fogsz tudni megtalálni, tehát hogyha ez téged érdekre és szeretnél elmélyülni, szeretnél több tudást magadba szippantani, akkor ezt a leírást olvasd el. Jó, akkor is bele elsősorban a Bitcoin-nak az elemzésébe. Itt összeraktam egy kompakt kis prezentációt arról, hogy szerintem jelenleg hol helyezkedhetünk el. Pár hasonlóságot szerettem volna kiemelni, illetve azt, hogy mit várok most ettől a, ettől a bitcoin kitöréstől, amit ebből a price range ből ebből az ár csatornában láthatok innen a 33.000-37.000 dolláros ár szintek közül. Itt ha megnyitjuk, akkor... Elsősorban fontos lesz nekünk azt kijelenteni, hogy azt a szintet, ahonnan ugye elsősorban nagyobb százalékkal letört a bitcoin árfolyama, az fontos lenne átvinnünk. Ugye ez nem más, mint a 43.544.000 dolláros szint, és fontos lenne az, hogy valahol itt ebben a csatornában helyezkedjünk el, tehát itt a 42.000 dolláros szint fölött, illetve a 44.000 dollár között. Én azt gondolom, hogy itt a következő napokban láthatunk egy olyan döntő pillanatot, ahol azt ki tudjuk mondani, hogy oké, rendben, a bitcoin 44 dollár fölé tudott kerülni, ami azt jelenti, hogy itt ezt a rezisztenciáját, tehát ezt az ellenállási zónáját egy support, tehát egy támogató zónába tudja fordítani. Tehát itt nekünk ez nagyon fontos lesz, hogy itt nagyon hamar 44 dollár fölé tudjunk kerekedni. Ennek a jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy nagyon nagy a valószínűsége. Hogyha most itt történik esetleges visszautasítás, tehát egy rejection az árfolyamat érintve, akkor várok tőle egy olyan korrekciót, ahol a Bitcoin árfolyama ismét le tud tekinteni az én általam beállított worst case szenáriót a legrosszabb esetben, ami ugye 33 ezer dolláros szint alá tudná vinni a Bitcoin, ami az ott jelenlévő long pozíciókat, amik ugye tőkátétes kereskedésben behelyezett long pozíciók, Ezeket ugye likvidálva akár a 29 ezer dollárra szinte is le tudná hajítani a bitcoin árfolyamát. Nagyon szeretném látni azt, hogy ez nem történik meg, nagyon örülnék neki, hogy most ez ö, továbbra is bikás hangulatban visszamegy fölfelé. És ugye itt ugye egyébként kiszernék arra a hasonlóságra is térni, ami most itt a elmúlt években látható volt. Tehát mindig, amikor letört így a bitcoin egy ilyen nagy százalékú korrekcióban, akkor azt a szintet, jelöltük, mint nagyon fontos, kulcsfontosságú ellenállási, illetve szupport, tehát támogatói zóna. És itt, hogyha megnézzük ezt a következő ábrát, akkor itt láthatjuk 2020-ban azt, hogy a bitcoin itt a 12.000 dollár szintre egészen 10 dollár szintig letört, majd eloldalazása után, tehát az oldalazás után ismét kitört e fölé a support zóna fölé, és onnan várható volt egy nagyobb kitörés. Tehát én azt gondolom, hogyha 44.000 ezer dollár szintet átütjük, akkor az benne van abszolút a pakliban, hogy itt most egy nagyobb pumpa e, történhet, tehát nevezzük így, egy nagyobb áremelkedés, ugye egy 46.000-47.000 dollár közé tehető emelkedés. Azt gondolom, hogy ezt e, minél lassabban szeretném látni, tehát én nem szeretném azt látni, hogy a Bitcoin egyik nappal a másikra hirtelen egy ilyen pumpaszerű e, felfutást élveztet. Én nagyon annak a híve vagyok, hogy egy lassú, e, természetes növekedés sokkal fenntarthatóbb és sokkal jobb pár érdekes egy fel, szeretném nektek azt vázolni, hogy itt a Nasdaq és a Bitcoin korreláció nagyon erős, és láthatunk most a Nasdaq esetében is egy visszapattanást, ami ugye húzza magával a Bitcoin árfolyamát, jönnek vissza ezek a részvénypiacok is, és ez a Bitcoinra is kihat, tehát ezt is láthatjuk, hogy egy pozitív indikátor arra, hogy további emelkedés várható a Bitcointól, illetve nyilvánvalóan az, hogy nagyon erősen kezd mainstream Válni a bitcoin, illetve a további kriptovalutáknak a tartása, és itt ha megnézzük a bitcoin címeket, tehát a bitcoin tárca címeket, akkor is egy növekvő tendenciát mutat ki, ami mellé még azt is meg szeretném nektek mutatni, hogy itt az interneten a Google Trends-t, ha megtekintjük, akkor a bitcoin utáni érdeklődés ismét egy növekvő tendenciát mutat, tehát itt ugye láthattuk, hogy amikor az all-time high, tehát mindenkori magasságet ütötte meg először a bitcoin, mindig 2021. április-május között, ott láthatunk egy óriási növekedést a Google Trends-nél, illetve most megint láthatjuk azt, hogy egy felfelő ívelést mutat. Ezen felül a másik érdekes az az, hogy a kriptovaluták alcím alatt szereplő subredditek, tehát az altémákra való feliratkozásnak a megnövekedését láthatjuk exponenciálisan, tehát ugye 2017 óta emelkedő tendenciát mutat a kriptovaluták uránti kereslet, illetve most itt 2021 óta, óta nagyon erősen megugrott exponenciális növekedést élveznek ezek az altémák, tehát minden olyan, ami, ami kriptovalutával való, vagy kriptovalutával kapcsolatos téma arra feliratkozók száma növekszik. Ezen felül pár olyan érdekesség, ami mindig azt mutatja, hogy a kriptovaluták mainstreamításra növekedett, az az, hogy nagyobb kripto cégek, mint a Crypto.com, mint az FTX, mint a Binance folyamatos marketing kampányokat indít ugye a sport szektorban, mert elsősorban a fotballra, tehát a focira fogunk kitérni, tehát itt is ugye nagyon elterjedtek azok a húzások, mint stadion építések, tehát itt láthatjuk, hogy a stadiont megvásárolta a crypto.com 700 millió dolláros értékben, illetve látjuk azt, hogy a Binance, illetve a crypto.com, mint az FTX fociban próbál terjeszkedni, tehát szponzorációkat, illetve a különböző kriptocégek próbálnak, ugye például a Tezos is részt vett, ugye nagyon érdekes marketingkampányban több mint 20 millió dollárt fizetett marketingre. Egy másik nagyon fontos dolog az a jövő héten jelkező Super Bowl, amiben nagy erőkkel fektetett be a Crypto.com reklám terén, tehát itt várható lesz ismét újabb jelenlét, média jelenlét ugye a kripto cégektől, ami további mainstreamítást tud garantálni a kriptovalutáknak. Tehát azt gondolom, hogy 2022 összességben nagyon izgalmas év lesz, itt elsősorban nyilvánvalóan a Metaverse kialakulása, akkor láthatjuk a gaming NFT-knek a befutásait majd, de többségében azt gondolom, hogy egy átlagos, egy körfogó képet alkotva azt gondolom, hogy a kriptovaluták mainstreamítása extrém módon fog növekedni ezeknek a kriptó cégek által befektetett marketing fogásnak köszönhet, fogásoknak köszönhetően. És akkor beszéljünk arról a fontos gazdasági tényezőről is, ami ugye a dollár inflációját illeti. Itt ki nektek emelni azt az indexet, ezt a Big Mac Index nevű Modellt, amiben ugye a dollár inflációját fogjuk tudni a legjobban kimutatni a jelenlegi helyzetben. Ugye A Big Mac egy adott termék, ami különböző országokban különböző árral rendelkezik, és itt ö, rá tudok mutatni arra, hogy az Amerika Egyesült Államokban a legdrágább a, a Big Mac hamburger, ami elég paradox egyébként, hiszen ö, tudjuk, hogy a hamburgerek azok Amerikából származnak, és hát látjuk, hogy a dollárnak a vásároló folyamatosan romlik. És ö, <tosz> olyan prognózist tudunk megállapítani, ami szintén egy negatív prognózis az inflációt illetőleg. Tehát, tehát, itt azt gondolom, hogy aki dollár tart, az tulajdonképpen egy olyan vonat belül, aminek nincs féke, és egyenesen egy betonfalba fog ütközni. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy aki még mindig nem látja ezt a, ezt a veszélyt, az sajnos nagyon fog koppanni. Gondolom, hogy ez a legjobb dolga, hogyha minél előbb valamilyen menekülési formát választ legyen az részvények, valamilyen nyersanyag, vagy akár kriptovaluták, tehát azt gondolom, hogy itt nagyon nagy problémák vannak, ami továbbra is elő fogja segíteni azt, hogy az emberek kibúvó lehetőséget fognak keresni, tehát ennyit erről. Ezen kívül, ami egy nagyon érdekes hír még, az az, ami az amerikai államot érinti. az állami adósság elérte a 30 millió dollárt, ami nagyon azt gondolom, hogy egy elég negatív hír. Viszont ennek ellenére nagyon jó hírek is jöttek ki, ami a állásokat illeti, és itt volt januárban egy olyan report, amit ugye ö, itt láthatunk, hogy 467 ezer új állás ö, töltődött be, ugye Amerikában, ami szerencsére egy pozitív hír annak a tekintetében, hogy a GDP, tehát a General Domestic Product emelkedő tendenciát fog tudni mutatni, tehát itt láthatjuk, hogy a GDP, tehát ami a, a emberek által, tehát a nép által termelt ö, produktum, az, és ez a növekvő tendencia természetesen a tőzsdéket illetően egy pozitív hír, és ezt láthatjuk is most a, a tőzsdék visszapattanásában, a tőzsdéknek a regenerálódásában is nagyon sokan annak tudják be ezt a Bitcoin recovery-t, ezt a visszapattanást, hogy a tőzsdék is kezdnek regenerálódni. Azt gondolom, hogy itt összességében 2022 egy nagyon érdekes év lesz, rengeteg pro és kontra argumenten, nyugodtan írjátok a kommentben, hogy ti hogyan látjátok 2022-t a Bitcoint illetően, illetve a kriptovalatokat illetően, továbbra is bikás maradok, szerintem most még egyszer ugye a nagy kérdés, hogy hogyan látom a bitcoinnak a mozgását. Én azt gondolom, hogy itt a 44 ezer dolláros szint fölé kell kerekednünk minél előbb, és én nem fogok meglepődni akkor, hogyha most a bitcoin egészen a 60 ezer dolláros szintekig föl tud menni, majd onnan ismét egy korrekciót hajt végre az 50 ezer dollárig, és onnan kezdi meg a következő mozgását fölfelé, tehát én azt gondolom, hogy ez benne van abszolút a pakliban, és én azt gondolom, és ez csak az én véleményem, hogy most 2022-ben látni fogunk újabb csúcsokat, hogy most a 100 000 dollár vagy 80 000 dollár, azt pontosan nem tudom, de nagyon szeretném látni a bitcoint a modell szerinti úton tovább haladni, és az eddigiekben azt gondolom, hogy ez a modell nagyon hiteles volt, és nagyon is validnak bizonyult. És beszéljünk kicsit arról, hogy én most jelenleg milyen pozícióban helyezkedem el, DeFi-ban, vagy e, portfóliókat tekintve, milyen új portfóliókat nyitottam. És egy nagyon érdekes szektor, ami most olyan felkapották kezd válni, hogy ez az, az NFT-nek a szektora, és itt láthatunk különböző márkákat betörni, mint például az Adidas, mint például a Nintendo, tehát rengeteg olyan hír érkezik, ahol látjuk, hogy NFT-ket fognak felhasználni itt. Beszéljünk akár az X games is, ami a Natural Selection, mert egy metaverzumban próbálja saját magát képviselni, és itt láthatunk különböző olyan NFT-ket, amik tényleg megvásárolhatók és felhasználhatóak lesznek későbbiekben úgymond átlag embereknek is, akik nincsenek involválódva a kriptovalutákkal. Tehát én azt gondolom, hogy az nft ...nek köszönhetően elsősorban az Ethereum token fog megemelkedni forgalomban és értékben, tehát az ethereum lévő kereskedés, ugye blokkáncon, Ethereum blokkáncon lévő kereskedés meg tudja tolni az Ethereum értékét, és ezáltal nagyon sok más altcoin -ét. tehát ő nagyon erősen fogja dominálni majd az altcoin szezonokat, ami majd, amikor a bitcoin leáll, akkor ö, kezd megindulni igazán, tehát az altcoin szezon indexeket, hogyha megtekintjük, akkor a mai napig láthatjuk azt, hogy amikor a bitcoin szezon leáll, akkor kezdenek el az altcoinok életre kelni, és azt gondolom, hogy ezek az igazi altcoin szezonokat akkor fogjuk tudni látni, hogy a bitcoin eléri megint azokat a teritoriumokat, ahol újabb csúcsokra tud törni. Ugye a nyilvánvalóan a metaverse szektorban lévő elhelyezkedő technológiai tokenekre fogok kitérni, egyébként erről van egy videóm itt, a Decentralized Finance tagság jól ha ezt megtekinteni, akkor csatlakozz ide a csatornához, és tekintsd meg azokat az exkluzív tartalmakat és videókat, amiket ugye feltöltöttem. Itt azt is megmutatom nektek, hogy milyen portfóliót szántam a 2022-es évre, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó átfogó portfóliót raktam össze, ami mind Metaverse, mind NFT, mind pedig a DeFi szektorban szereplő coinokat fogja kiemelni, amik szerintem a legjobbak. Tehát az én fókuszom 2022-ben abszolút az lesz, hogy minél több Metaverse Gaming NFT coin technológiai token tudjak felvásárolni, illetőleg természetesen a Layer 1, Layer 2-es megoldások közül fogok válogatni, ami nyilván a DeFi-t illetően hosszabb távú növekedést is tudnak élvezni, amíg az Ethereum nem oldja meg a problémáját, és itt ugye beszéltem különböző alternatív projektekről is, mint a Pulse Chain, amiről ugye már nagyon régóta szó volt nálam, és ezekre én áldoztam, és ugye nem sokára áprilisban láthatjuk a Pulse Chain megalakulását is feltehetőleg. Ugye szoftver tekintve tudjuk azt, hogy csúszások előfordulhatnak, és ugye Ezekkel mindig számolunk el, tehát rengeteg türelem és kitartás kell a kriptóval való befektetéseknél, illetve folyamatos tanulás, tehát még egyszer szeretném érezni azt, hogyha szeretnél befektetni kriptóval, és szeretnél egyébként tanulni, sokkal jobban elmélyülni ebben a szektorban, akkor még egyszer mondom, itt van az e-bookom, itt van, a, itt van a, a, a videóm, ami azt gondolom, hogy nagyon jó tudást tud neked adni azon a téren, hogy tényleg biztonsággal tudj mozogni itt a decentralizált hálózaton. Azt gondolom, hogy ha Bitcoin befejezi ezt az erősebb raliát, akkor nem sokára egy altcoin szezond is láthatunk, ami nagyon sok embernek mosolyt fog csalni az arcára. Remélem, hogy pozitív hangulata lett mindenkinek, és mindenki kitartóan itt volt a korrekció alatt, és figyelte az jó lehetőséget, jó beszállási lehetőségeket. Következő videóban fogunk találkozni, addig is legyen szép napotok, és sziasztok!